Sziasztok, ez itt a Hőstagozat, benne a Boku no Hero manga 196. fejezetével. Nagyon érdekes fejezetet olvashattunk, és hát ismételten új infókat kaptunk meg Hitoshinak a képességéről. Kiderült, hogy meddig határolódik, illetve az is, hogy meddig terjed a manipulálási képessége. Gyűrota továbbra is nagyon erős marad, de Kirishima már bizonyára nagy falat lenne neki. Lett egy feltűnő jelenetünk Tsuyuval, illetve a nyelvével, illetve végre Ibara is akcióba lendült komolyabban. Míg Kaminariék együttesen szeretnének visszavágni, és egyre jobb csapatot alkotnak együtt. Miután Hitoshi bizonyította, hogy mindkét oldalnak szeretne segíteni egyenlően, a történet kitért a képessége bővebb bemutatására. Elmondta, hogy úgy képes manipulálni, hogy előtte rá kell gondolnia, hogy ő hipnozitálni akar, és így működik a képessége. Csak hogy ez nem jelenti azt, hogy attól fogva a célszemély bármire hajlandó, ezzel pedig gyengítették a hősünk képességét. Most is fennáll az, hogyha az agymosott felismeri a hangját, akkor véget is ér a hipnózis. Ezért van egy szájmaszk Hitoshin, amivel ennek köszönhetően változtatni tudja a hangját. Már ez is gyengítette a képességét, de most azt is elárulták, hogy csak bizonyos cselekvésekre tudja bírni az agymosott személyeket. Hogy megfogjon mondjuk egy kilincset, vagy olyat, amit Dekuval is csináltatott, hogy a célszemély sétáljon. Az jó, hogy felismertethet bizonyos személyeket a célszemélyel egy kép alapján, és mondjuk arra is képes, hogy a célszemély ezáltal leírja mondjuk a kép tulajdonosának a nevét. De magától ezt nem tudja megtenni, csak ha látja előtt egy képen a felismerni kívánt személyt. Jobb lett volna, ha a puszta kérdés is elegendő lenne a feladathoz. A rajzolások eléggé jók voltak a fejezetben, mivel nagyon ütősek lettek a jellemzések, illetve maguk az akciók is, viszont az is igaz, hogy néhol nem lehetett felismerni a résztvevőket, mert túl el volt aprózva az arcuk, ami így spórolásnak számít. Gyűrotáék csapata nagy előnybe került, mert a bestia erőket felvonultató képesség a harcban hatalmas fegyver lett. Gyűrótának a vadsága ismételten nagyon jól sikerült, és kapóra jött, hogy pont szembe szállhatott Kirishimával. A hősünk átment a Red Riot formájába, ami látványban kemény volt, és jó volt hallani, hogy Kirishima az, aki beüthetett igazán az ellenfélnek. El kellene ide egy bővebb harc a felek között, hogy kiderüljön, kinek van a nagyobb testi ereje, de véletőleg ez a jövőben ki fog majd derülni. A nagy hercehúrcában már is vannak kiesők a játékból, ebből az egyik pedig Kosei lett. Keveset tudunk eddig a szereplőről, de lett egy jelenete, egy húzása, amivel nagyon fel tudtak kelteni az olvasóknak a figyelmét. Amikor Tsuyu elkezdett akciózni, lefegyverezte a hősünket, és konkrétan miatta került rács mögé. Tsuyu szépen betekerte az áldozatát a nyelvével, mint ahogy szokta tenni, de most a hősünk kiemelte, hogy egy lány nyelve ért a szájához, és milyen igaza. Hiszen ha eltekintünk a képességtől, Tsuyunak a nyelve sok mindenhez ért már, amióta tart a sorozat. Olyan így, mintha nem lenne neki probléma mindent megnyalnia, ami eléggé nagy furcsaságot okoz. Mi lesz, ha a felnőttesebb idők jönnek, és egy fiú érdeklődik majd utána? A leendő férje nem tudja majd neki megtiltani, hogy ne nyalakodjon össze-vissza, hiszen a békás ereje miatt neki ez a képesség. Amint elindul a felnőttesebb szál, az alkotónk bizonyára kitalál valami jó alibit a hősnőnknek, és lehet, hogy elviccelik majd ezt az egyébként komoly témát. Elvégre az megcsalásnak számítana-e, ha az ellenség mondjuk véletlenül bekapja Tsuyunak a nyelvét, mert ez így olyan lenne, mintha valaki becsókolt volna neki? A fejezet sajnos nem adott sok szerepet ezúttal Dekunak, így csak addig láthattuk, amíg jegyzete. Helyette Kaminariékra terelődött a figyelem, és hát Kaminarinak a villámja ezúttal is nagyon jól sikerült a fejezetben. Csak újfent előjött a gyengéje, hogyha túl sok villámot használ, akkor begolyózik. A sorozat ezért tanította őt a taktikusabb harcmodorra, hogy ilyen pisztolyszerűen lője ki a villámját. Ennek tökéletesen megfelelt a pisztoly kéztartás és az abból történő lövése. Ahogy kivettük, Tsuyunak a tervéből a végén erre akarnak majd alapozni egy részt, ami jó döntésnek tűnik. De ez csak az egyik része lehet a tervnek, mert lett egy másik húzás is. A három Tsuyu csattanóként került bele a fejezet végébe, és nem tudjuk, hogy hogyan tudták ezt megcsinálni, de húzásnak ez rendkívül jól sikerült. Ibara komolyabban is becsatlakozott a versenybe, ami nagy visszavágásra adhat okot az oldaluktól. Ez a hősnő még az anime második évadjában szerepelt komolyabban, de azóta nem kapott igazán tágabb játékidőt. Érzékelhető, hogy Horikoshi sensei tartogatja őt és a növény képességét, noha küllemben egy dekoratív teremtésről van szó. Aki fanszervízt is tud szolgáltatni, miközben a női erőt is jól tudja képviselni. Aki az anyatermészetet birtokolja, az mindig nagy erőt képvisel az univerzumában. Ezért szokott folyton nagy port kavarni méregcsók is a DC világában. A görög mitológiában Gája és Héra képviseli az anyatermészetet, ők pedig mindaz egyik legnagyobb hatalmú lényei a mitológiájuknak.
Lehet, hogy később fogják kiemelni Ibarának az erejét, mikor már nem számítanánk rá, vagy akkor, ha kapora jön neki egy jó ellenfél. De ahogy nézett a fejezet végén, komoly fellendülésre számíthatunk. A mangakánk nagyon szépen rajzolta őt meg ábrázolás terén, és így ebben a formájában sokkal idősebbnek tűnik, mint amennyi valójában. Lehet, hogy Kaminariék meg fognak ijedni a természettől? Mégis mennyire lesz durva Ibarának a fúria stílusa? Nagyon várjuk a következő fejezetet. Ha nektek is megvan a véleményetek a fejezetről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek oda kell-e figyelnie majd a nyelvére Tsuyunak, mikorra férjes asszony lesz. Ez volt a hőstagozat benne a Boku no Hero manga 196. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!